Tisztelettel köszöntöm mindenkit, aki a mai vita eset résztvevője, és mindazokat, akik az interneten figyelemmel kísérik ezt a beszélgetést, amelyet a Operoma Cigány Demokrata Néppárt szervezett, és aminek a témája autonómia, cigány autonómia kérdése, kérdésköre. Beszélgető partnerek Bóna Gábor úr, a Jobbik volt elnöke, blogger, Kamarás István, az Operoma Cigány Demokrata Néppárt elnöke, Lakatos Lajos, aki jön ennek a szervezetnek, ugyanennek a pártnak az alelnöke, és utána esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozik, és Szűcs János, aki pedig a külügyi tanulzatvezető a pártnál, párt életében, és ő pedig politológia, specialistája, úgy tudom, politológiával foglalkozik. Elmondtam az évén a témát, az az elképzelésünk, hogy mindegy 60 percben kiki hozzáfűzi ehhez a gondolatát, és hát vélhetően vita lesz, én ebben némileg háttérben maradok, de talán nem teljesen, és annál inkább vita lesz, mert magam már jeleztem az Operoma vezetőinek, hogy engem például nem sikerült meggyőzniük arról, hogy az autonómia, mint megoldás valóban üdvözítő, de úgy gondolom, hogy miután tényleg közhelyszerű ma már az, hogy a magyar társadalom egyik legnagyobb problémája a cigányság ügye, ezért úgy gondolom, hogy minden olyan ötlet, javaslat, elképzelés, főként ha nem pusztán ötlet, az már, hanem annál több, ami azt célozza, hogy hogyan lépjünk előre ebben az ügyben, az megérdemli azt, hogy szót váltsunk róla, beszéljünk róla, ki elmondja a véleményét. Én ezeket a gondolatokat tartottam bevezetőben fontosnak elmondani, ismertetni, és az elnök úrral egy pár mondatot tudtunk a nap folyamán váltani mindössze, és abban maradtunk, hogy azzal érdemes talán felvezetni a témát, hogy ugye évek, évtizedek, sok évtized óta beszélünk a roma integrációról. Vajon van, volt, létezik integráció, ha igen, vannak-e ennek eredményei, mennyiben, illetve mik az eredménytelenségei, és hogyha eredménytelen, akkor ki hogyan látja, miként látja, hogyan továbbot kikezdni. Szívesen kezdem. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. A polgármester úrnak pedig köszönettel tartozunk, hogy a moderálást magára vállalta, nagyon szépen köszönjük. Én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés egy ilyen sorsfordító vagy történelmi jelentőségű, hiszen több oknál fogva is. Egyrészt azért, hogy vannak olyan cigány emberek, akik lemondva mindenfajta anyagi juttatásról, mert mikor önálló elgondolása van egy cigánynak, akkor az egyetemben sem le kell mondani mindenfajta anyagi juttatásról, megrendelésekről, pályázati projektekről, bármilyen hétkezi munkával kell megkeresni a kenyerünket így. Tehát hiába a diplomán van mindannyiunknak, és egyetemet végeztünk, sehol nem kapunk egyetem, van önálló elképzelésünk. Ez egy nagyon rossz dolog, de sajnos ez van most már mai Magyarországon, és én szerintem, hogy 30 éve vagy 20 évvel ezelőtt sem volt ez másképpen, sajnos. Illetve, és van elképzelésünk erről az egész témáról, a cigánysággal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, és van elképzelésünk a jövővel kapcsolatosan is, és én azt gondolom, hogy ez nagyon ritka dolog sajnos most Magyarországon, mert a legtöbb cigány az bement valami pártocskába, és akkor ott próbálja kitalálni a gazdájának a gondolatait, és azt közvetíti, még a gazdája felé is, és sajnos emiatt a magyar politika viszont elkényelmesedett, tehát nincsen immunrendszere, hogy igazi vitákban legyen részt, és én nagyon szépen köszönöm Gábornak is, volna Gábornak, hogy elfogadta ezt a meghívást, és hogy őszintén beszélgessünk azokról a gondokról, problémákról, és hogyha nem is jutunk előre, csak annyi, hogy egyáltalán meghallgatjuk egymást, és elgondolkozunk egymás gondolatán és véleményen, azt szerintem egy nagyon nagy dolog, mert eddig ez nem történt meg, nem volt önálló gondolat, és nem volt olyan fogadó készség, mondjuk magyar politika elit részéről, akár mondjuk te polgármester úr, vagy Vona Gábor részéről, vagy hasonló szinten, akik ezzel foglalkoztak, tehát lesöpörték egyből az asztalról. Kinevettek minket. És ez a dolog nem nevetséges. Én azt gondolom, soha nem volt Magyarországon akarat integrációra cigány ügyben. Én azt gondolom, hogy nem csak cigány ügyben. Tehát
Ez egy hosszú folyamat Magyarországon. Tehát én történet végeztem az Eltén Unió, vagy Gábor is. Éppen társak voltunk, majdnem egy-két éve volt előrébb. És én azt gondolom, hogy a kisebbségi politizálás az egy teljes csőd volt a magyar politikai elit részéről. Ennek lett a köszönhető az, hogy elszakadtak a kisebbségek fiamon. Most azt az hozzá kell tennem, mert én kaptam mindenfajta vádaskodásokat az autonómiával kapcsolatosan, és polgármester úr a legjobb, aki meg tudja erősíteni. Albert Isám, annak idején én voltam, aki a trianoni kopjafát állítottuk, és most akik engem támadnak, azok annál kopjafánál koszorúznak. Tehát nekem nem az a szándékunk, hogy ez történjen meg, mert azért egy nagyon komoly figyelmeztető jel volt az elit felé annak idején, hogy mi történt. Tehát most nem akarok ebbe belemenni, hogy az 1849-es nemzetiségi törvény, vagy az 1868-as megint nemzetiségi törvény, mert ugye ott nem sikerült más semmi eredményt elérni. Arról nem akarok belemenni, hogy az a nemzetiségi törvény, ez egy jó indult, az 1868-as Ötvös Józsefféle nemzetiségi törvény, nagyon jó indult. Voltak problémák, ami különben ezek a problémák most például a cigányságra is evidens. Az, hogy nem volt meg annak a lehetőség, hogy a politikai hatalomba bekerüljön, nem volt meg arra a lehetőség, hogy a közszférába bekerüljön, mert minden a liberális egyéni jogokat a kisebbségnek, kollektív jogokat nem adott, és a kollektív jog nélkül nem tudtak semmilyen lehetőséghez jutni a kisebbségek. És azután pedig történt két visszalépés, nagyon komoly visszalépés, a Trefol és az Aponyihoz köthető népoktatási törvények, ahol elvárták, hogy iskolákban magyarul beszéljenek, magyarul tanuljanak, az Aponyi az még durvább volt, és most ez úgy lehet hallani, hogy fú, ez nagyon jó volt. Tehát ennek az lett az eredménye, hogy a kisebbségek pedig nem féltve a kultúrájukat, féltve az önálló nyelvüket, teljesen elidegenedtek a magyar politikai elittől. És akkor utána már járva ment a Jászi Oszkár. A Jászi Oszkár 1912-ben már gondolkozott azon, hogy vissza kellene menni az 1868-as törvényhez. Más, az már késő volt. De 1918-ban viszont felajánlotta azt az autonómiát, amit 1848-ban kértek a kisebbségiek. Tehát nem kapták meg, de már 1918-ban már ott tartottunk, hogy azt is felajánlotta, és akkor majd nagy meglepetés volt, mikor oda ment a tárgyaláshoz, és akkor azok a kisebbségek, hogy ők abszolút tiszteltek és fölnéztek rá, azt mondták, hogy nekünk most már ebből nem kérünk. Hát és eltelt lassan 150 év, lassan, több mint 100 év, és akkor mi történik? Az történik, hogy ugyanott tartunk, ugyanúgy elitre való bejutásunkat nincsen biztosítva, ugyanúgy az történik, hogy a közszférába való bejutásnak nincsen biztosítva. Soha nem volt cigány tévé, tehát körülbelül annyi százaléka vagyunk, mint mondjuk 1910-ben a románok, azok voltak legtöbben itt Magyarországon kisebbségben. Én azt gondolom, vannak felmérések, itt én készültem, hogy körülbelül ugyanolyan százaléka vagyunk, mint annak idején 16 százalék volt. Akkor lehet, hogy 13, de körülbelül annyi százaléka vagyunk itt Magyarországon a cigányok. A románoknak azért voltak, komolyan kivívták a nyelviséget, lehetőséget, a tanítási lehetőséget, és voltak visszalépések, de akkor is ők nekik az ebben volt előrelépésük. Most se tévénk, se rádiónk, se kulturális megjelenésünk, se kutatóközpontunk, se színházunk, semmi, és akkor még mondtad, elitbe, politikai, gazdasági, kulturális, semmilyen beleszólási lehetőségünk nincs, diplomával rendelkező cigányok a középszinten sem tudnak megjelenni, mert nem veszik föl őket, örüljenek, hogyha a tróger munkát vállalhatják, miközben nagyon kevés a cigány értelmiségieknek az aránya. És akkor még mondhatnám azt is, hogy csak mondok példákat, mondjuk olyan településeken 100%-a cigányok vannak, tehát nem is arról beszélek, hogy 70% meg 80, hát 100%-a cigányok laknak, milyen, és 100%-ban beszélnek cigányok, vagy beásul. És milyen nyelven megy az oktatás? Magyarul. Most erre azt mondod, hogy nem tudunk sehol bejutni, se az elitben, se középszinten nem tudunk megjelenni, se rádiónk, se tévén, semmilyen döntéshozó helyzetben soha nem voltunk, parlamentben nem vagyunk önállunk, semmilyen, nincs nyelviség, nincs kultúránk, és arra azt mondani, hogy ez integráció, hát hogy lehet azt mondani, hogy integráció, amikor azt mondja az ember, hogy egy 100%-os cigány településen, ahol
nem cigányul beszél mindenki ott, és nem lehet az ott iskolában semmilyen szinten tanítani a cigány, akkor hogyan beszélhetünk integráció? Szerintem ez egy nagyon komoly. Hát annak idején az 1868-as törvényhez, amikor visszafele léptek a Akonyék, Akonyi Alberték, akkor is a kisebbségek arról kiabáltak, hogy magyarosítás folyik. Hát szerintem a cigányokkal kapcsolatban nem magyarosítás folyik, hát rendesen kivégzik a kultúránkat, meg a nyelvünket. És arról, hogy hatalomba semmilyen lehetőségünk bejutni, az biztos. Hogy kérdezzek valamit közben, bocsánat, és hogy rágyérünk, amit többiekkel elvenni a szót, hogy miért van a szeretném, hogy más is szót kapna. Ott érzem Sántítónak a hasonlat, hogy a 19. század második felében, vagy 20. század elején, ugye Nagy Magyarországon belül nem szívesen beszélünk róla talán, de tény, hogy a magyarság kisebbségben volt évek számot tekintve. Most egészen más a helyzet. A cigányok aránya szerintem 8-9%, de ezzel nem fogunk összeveszni. Tehát alapvetően egy más szituáció, egy más helyzet van. Miért nem lehet tovább próbálkozni az integrációval, de ha esetleg más kívánunk folytatni, hogy is jön. Hát én szívesen folytatom, hogyha lehet, mert akkor lesz egy opponens itt már azonnal a beszélgetésünk elején is. Köszöntöm egyrészt azokat, akik nézik ezt a kis videót, meg hát köszöntöm a polgármester urat, elnök urat, a lelnök urakat. Köszönöm a meghívást, hogy tudok itt beszélgetni, hiszen most már egy éve nem politizálok aktívan, de társadalmi ügyekkel foglalkozom a blogomban, és az egyik legfontosabb társadalmi kérdésnek pontosan a magyar cigány együttélés kérdését tartom. És akkor fele is vágva, hogy konkrétan az opponensi szerepemben, én nem csak azért érzem, hogy Sántit, amit az István mondott, mert hogy akkor többség, akkor kisebbségben voltunk, most itt a magyarság többségben van, hanem én azt érzem István, hogy és nem vagy így folytatok és emelnök mellett, ugye régi barátok és hát pártársak is voltunk egy ideig. Én azt érzem, hogy olyan dolgot akartok, amit nem biztos, hogy a cigányság egyáltalán akar. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy a cigányságnak nem kulturális autonómia vágya van, a cigányság polgárosodni szeretne, csak középosztálybeli pozíciókat szerezni, csak ez egy olyan országban, ahol a többségi társadalomnak sincs igazából polgársága, nem tudja megszerezni, és ha a problémák gyökeréig vissza kell nyúlni, akkor nagyon-nagyon sokáig vissza lehetne nyúlni biztos. Én nem akarok a 19. századig, én csak a rendszerváltozásig. Mert a rendszerváltozásnál látok egy olyan töréspontot, ahol és ezért furcsámzik az én számból, de hogy a Kádár korban megindult valamiféle a roma polgárosodás. Tehát, hogy ott azért munkát kaptak egy csomóan, gyárakban dolgoztak, lakásokhoz jutottak, a gyerekeiket taníthatták. Tehát, hogy ott én úgy érzem, hogy a kor lehetőségeihez képest azért történt egy pozitív változás. Nem azt mondom, hogy ez világra szóló volt, de ha a mostani lehetőségeket megnézzük, akkor én azzal a provokatív mondattal élek, vagy állítással, hogy ma egy Borsod megyében születő cigánygyermeknek a polgárosodásra, a középosztályba való eljutásra kisebb az esélye, mint a Kádár rendszerben volt. És szerintem ez az igazi probléma, hogy az elmúlt 30 évben idáig jutottunk el. És hogy a politika felelősségeben szerintem óriási, mert miközben egy demokráciában egy növekvő lélekszámú csoportnak, és hát a cigányság lélekszáma nő, akárhány százalék is a cigányság lélekszáma nő, a lélekszáma a magyar társadalomon belül, pont annak kellene bekövetkezni, hogy a politikai érdekérvényesítő ereje, a politikai véleménye az erőteljesebb. De én nem azt látom, hogy lényegében kiszolgáltatott helyzetben van cigányság, mert hogy a politikai pártok, és most nem akarok csak a jelenlegi kormányt előhozni, hanem az előtte lévő kormányokat is. Egyszerűen, hát most lehet, hogy nagyon durva vagy csúnya, amit mondok, de hogy olcsó szavazónak tekintik a cigány embereket. Megtalálják azokat a hozzájuk hű politikai vezetőket, akiken keresztül a szegény helyzetben vagy nyomorú helyzetben élő cigány embereknek a tömegeit sajnos belekényszerítik olyan szavazási folyamatok, ami talán nem is biztos, hogy teljesen törvényes. És innentől kezdve van egy padhelyzet. Nem nagyon látom, hogy ebből mi lehet a kitörés, mert a politikának nem lesz érdeke, hogy ezen változtasson. Tehát azoknak a döntéshozóknak, akiknek ezen változtatni kellene, még a vitát sem kezdik el. Tehát hogy valahol az is szimbolikus, hogy most itt egyébként nagyon köszönjük a településnek és tényleg polgármester úrnak, hogy erre a vitára lehetőséget biztosítanak, de ennek a vitának egyrészt is nem is biztos, hogy itt kellett volna elindulnia vagy megkezdődnie. Amikor én az autonómia
felvetésnek hallottam, akkor a fejemhez kaptam, és azóta is fogom a fejemet, de hogy azt gondolom, hogy ezekről beszélni kell, és meg kell vitatni. Tehát, hogyha ez az igény megjelent a cigányság körében, ráadásul egy politikai párt ezt képviseli, akkor azt gondolom, hogy az a legkevesebb, hogy elkezdjük ezt megvitatni. Hogy miről a véleményem, én ezt majd később el fogom mondani, de nem akarom, hogy mások erről elvegyen az időt. Egy nagyon fontos félmondatot mondott, nemzetesen, és tényleg nem a magunk akarunk lenni, azért nem nekünk sem, de hát jogos az a félmondat, hogy na és mit akar a cigányság? Tudjuk? Jó megoldásnak tudom. Ezt köszönöm ezt a kérdést, mert ez a Gábornak a mondatára egy válasz lehetőség. Tehát nem akarok abba belemenni, mert az apróság, hogy 1910-ben már 54%-ban voltak a magyarok, de ez majdnem volt tényleg kisebbségben voltak. Ez valóban egy jogos felvetés. Viszont azt viszont látni kell, hogyha megnézzük a cigányság történelmét, Gábor és polgármester úr, a két kolléga az agyából tudja, ugye? A cigányság történetét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mi a saját sorsunk, most ma nem tudtunk igazából Magyarországon beleszólni. Tehát ez nem integráció. Tehát az, hogy eldönti a nagy magyar ember, teljesen mindegy most, hogy második Józsefről beszélek, vagy Mária Teréziáról, vagy Orbán Viktorról, mint kis király, vagy mit tudom én, vagy a kommunistákról, Kádár János, hogy eldöntik, hogy a cigányságnak ez a társadalmi helyzet és ez a viselkedési módja, ez az élet felfogása jelenti az integrációt. Ha így kell viselkedni, és elfogadja az aláfölé rendeltséget, elfogadja azt, hogy ő mindig a rabszolgamunkából kell, hogy éljen, hogy nem jut normális oktatásra, és a többi, és mindig ez volt, és akkor harmadik sárról, hogy Mária Terézi olyan rendeleteket hozott Gábor, hogy aki cigányul megszólal, azt ki kell vágni a nyelvén. Hogy a gyerekeket elvették a cigány szülőktől, és most csak azért mondom ezt, hogy szerintem valami ugyanilyen megoldási javaslat volt a holokauszt is. Tehát, hogy na, akkor most megmondjuk, hogy így kell a cigányok, akkor halljon meg, vagy valami. Hát ilyen, ezek is drasztikusak voltak, ez még drasztikusabb. És nem tudom, hogy tudod-e vagy sem, de amikor mondjuk már vége volt a holok, az Auschwitz-i táborok kinyíltak, rá, mit tudom, most nem akarok hazudni, ebben nem készülök pontosan, de mondjuk 10 éven belül Magyarországon a cigányság számára újra kinyíltak a lágerek. Mert azt mondták, hogy aki úgymond kóborcigány, nem volt kóborcigány, tehát vannak nagyon komoly felmérések, elmaradtartó, stb. Nincs kóbor, nem volt kóborcigány, minimális szinten volt. De a kóborcigányokat egyből összefoglalták, akik úgy gondoltak, hogy kóborcigány, levágták a hajukat, megszégyenítették, fürdették, és az összesnek elvették a gyerekét, és intézetbe adták. Tehát, és akkor ez milyen integráció? Tehát nem volt integráció. Mi a saját sorsunkba soha nem tudtunk beleszólni, és minket soha nem kérdeztek meg, úgy, ahogy most így van. És én azt mondom, így van, most meg. De muszáj erőszakosnak lennem. Mit akar a Magyarországon a cigányság? Mondom, tehát mondjuk mi nem ez az egy pár, mondjuk a többi szervezete. Mit kommunikál, mit mond erre a megkötelező? Na jó, figyelj, most őszintén beszéljük, az, mikor mi azt beszéljük, hogy autonómia, tehát mondjuk mi azt mondjuk, nekünk van bátorságunk kimondani azt, a legenyhébb dolgot, amit igazából egy cigányság négy szem között beszél. Hát ezt azért tudni kell, hogy rettenetes feszültségek tombolnak a cigányokban. És mi nagyon... Tehát én úgy érzem, hogy nem autonómiára vágyik a cigányság, hanem egy társadalmi felzárkózás. Az, hogy középosztály életet éljen. Nem az a fontos neki, hogy... Hát nem hiszem, hogy abban érzi magát a cigányság korlátozó, hogy nyelvgyakorlásban, vagy kulturális lehetőségekben. Szerintem ebben nem is nagyon... Én nem tudom, én úgy látom, hogy ebben talán nincs is olyan rossz helyzet, inkább abban, hogy ahol a mély szegénységből kitörjön. És az nem autonómia. Erre, így, de figyelj, erre volt megoldási javaslatunk, az egy más dolog, és ezt mindenhol közzé teszünk. Sőt, tüntetést is szerveztünk Budapesten, senki a fülebotját nem mozította arra, az autonómiára mányba ugrottak, mert történelmi meg érzékeny pontot érintettünk, elfogadom, de történelmi az is érzékeny pont, ahogy az egész elit odáig nyomta a kisebbségeket, hogy ezt meg lehet nekik annak idején lépni. És nem akar tanulni az elit. Én azt mondtam, annak idején az Okra-Roma Cigánydemokrata Néppárt több programpontot is indított, épp azért, hogy elkerüljük az autonómiát, mi most is szeretnénk elkerülni, ha erre van normális fogadóközönség, közösség a magyar elit részéről, vagy akarat. Mi azt mondtuk, hogy alanyagban járó jövedelem. Hogy ne legyen az a kiszámíthatatlan szörnyűség, amit mondjuk 1990 után nekünk cigányoknak meg kellett élni. Hogy 90%-a dolgoztunk 85-ben, mint a magyarok, 95-ben rá 10 évre mondjuk,
10%-kal a magyarok elvesztették a munkahelyüket, a cigányok 90%-a. Hatalmas tragédiák voltak. Akkor mondom tovább, szerettünk volna, szeretnénk tévét, szeretnénk rádiót. Azért azt hiszem, hogy egy 8-10-12%-ből élő kisebbségnek ez joga van. Hát annyi pár tévé van, tehát egy etnikai alapú tévé az. Volt egy rádió cég, csak Budapesten lehetett fogni, a rádió cég is az a kormány felszámolta. Tehát semmilyen kulturális lehetőségünk nincs. Szeretnénk a politikai, mi azt mondjuk, hogy a kvótát be kell vezetni Gábor. Hát én azt gondolom, hogy a Magyarország integritását a kvóta bevezetésének nem lehetne megoldani. Hát hogyha erre a magyar politikai elit nem tud megoldást találni, hogy a cigányságnak legyen lehetősége az elitbe is, törvényhozó hatalom, végrehajtó hatalom, bírói hatalom, ügyészség, rendőrség, munkahelyeken. Bocsánat, ez nem kell autonómia. Azt mondom, hogy ezen keresztül lehet az autonómiát elkerülni. Én mi ezt bevallom. Tehát az autonómia ez egy segélykiáltás? Vagy egy, egy fenyegetés? Vagy hogy ha nem jön meg, akkor... Nem, mi azt mondjuk, hogy eleget vártunk, gondolkodtunk, és évszázadokon keresztül soha nem vették a mi gondolatainkat, akaratunkat, számítást, hogy mi a saját magunk életét legalább hogyan szeretnénk. Mindig eldöntötték, hogy hogyan. Soha nem vettek minket komolyan. Mindig a legalsó szinten holokausz, nyelvkivágás, gyerekelvétel, lágerek, mindenhonnan félre vagyunk tovább, lealázni, stb. Nincsen kultúrához hozzáférésünk, elitbe nincsen hozzáférésünk, gazdasági elitbe semmilyen szavunk nincs, politikaiba semmilyen nincs. Ha ezeket a magyar elit tudja a cigányságnak biztosítani, én azt gondolom, hogy 30 éven belül, 20 éven belül, akkor szerintem az autonómia az nem kérdés, mert akkor nem kell. És mi ezt szeretnénk, hogy ne legyen. De most nem lehet, attól fognak komolyan venni, hogy fölvesz. Nem áll Bárgyákos. De nem jövedetőben lóg. Nem, figyelj, de ez nem csak az én fölvetésem. Ez benne a poén. Tehát egy értelmes, gondolkodó emberek eljutnak oda, azok is, akik nem eljutnak előbb-utóbb oda, hogy szerintem mindenki előbb-utóbb rá fog döbbenni arra, hogy ez ide fog vezetni. Mi nem akarjuk, hogy ide vezessen, de mi azt mondjuk, hogy nem menekülünk a felelősség alól. Ha legyen az autonómia, akkor területi autonómia, akkor területi autonómia legyen, mert szerintem Európában ez egy nagyon elfogadott kisebbségi modell. Integrációs... Nem akarok cinikus lenni, de senki nem fenyeget benneteket ezzel a felelősséggel. Ez igaz, de mondom neked tovább, figyelj ide! Annak idején 2014-ben egy egyik nagyon nagy komoly baloldali gondolkodó Ladányi Jánosról beszélünk. Ő a Népszava cikkében, akárkinek kell, elküldöm Népszava oldalunkra fővarakba. Ladányi János arról beszél, hogy szükségszerűen autonómiába fognak Észak-Magyarországon menni a cigányok, azért, mert gettófal és történelmi helyzet van, mondja ő, mert ilyen még nem volt Magyarországon, hogy gettófalvak sorozatosan összeszállnak, már nincs magyar, elmenekültek, a kormányoknak egymás után kivonultak, határon túlélő cigányság ugyanúgy, ebben benne van, és össze fognak érni ezek a szálak, és ha nem fognak ezzel a témával komolyan foglalkozni, mondtam az lány 2011-ben, akkor ez autonómia. Most mondok még egyet, és akkor utána átadom a szót, és hosszú ideig megsőztül való, és akkor mondják rá, hogy kommunista, hogy a kommunista ilyet mond meg, ugye? És akkor most 2019 márciusban, ugye, volt egy konferencia Budapesten, és van egy nagyszerű ember, úgy hívják, hogy Székely János püspök, Szombathelyi püspök, ma írtam is neki, hogy gratulálok. És ő elmondja ezen a konferencián a következőket, engedjétek meg, hogy felolvassam, mert szerintem egy magyar elit számára, hogyha egy Ladányi mond ilyet, meg mond egy Székely János püspök, akkor el kell, hogy gondolkozzon. És azt mondja a Székely János püspök ezen a konferencián, Észak-Kelet-Magyarország most segítségért kiáll, cigány testvéreink bajban vannak, nyomoruk, fájdalmuk, kimondhatatlan. Ezt a kiáltást az érző szívnek meg kellene hallania. A roma testvéreink sorsát figyelve gyakran jut eszembe Trianon az, hogy a kiegyezés utáni évtizedekben a magyar politikai vezetés nem volt érzékeny a nemzetiségre. Trianon előtt nem éreztük a veszélyt. Nem tettünk meg mindent a nemzetiségek felemeléséért. Szinte mi építettük azt a hangulatot, ami aztán a trianoni békediktátumhoz vezetett. Mint a hasonló folyamat zajlana most a cigánysággal kapcsolatban. Mintha nemzetünk teljesen elhagyta volna a kelet-magyarországi régió. Mintha itt hagynánk az itt élőket elképesztő nyomorban, teljes kilátástalan, ócska iskolában, munkalehetőség hiány tengődve.
Építjük ezt a hangulatot, amelyben teljesen jogos lesz az a kérdéstől a hazától. Mintha mi építenénk ezt az új Trianon. Azt gondolom, nehéz ügyenlőségi oldalról nem szeretnék provokálni, de az István már közölt, hogy most egy ideig próbáljuk magát visszafogni. Nem tudom, hogy tudom, hogy én mit lesz. Én pár címszót írtam fel magamnak. Egyrésztről azt, hogy a többi nemzetiségnek, kisebbségnek Magyarországon, mint tudjuk, van hivatalosan elismert anyaország, cigányságnak nincs, erkölcsi, morális, külső támogatás e tekintetben nincs, és nem is tudom, hogy lesz-e valaha egy olyan ország, aki elismeri azt, hogy hivatalosan anyaország a cigányság. Ezt azért mondom, mert ha lenne nagy segítség lenne. És azt sem tudom, hogy volt-e valaha a történelemben idő és hely, ahol a cigányság valaha többségi tudattal rendelkezett. Ezt gondolom, hogy nem szociológiai, hanem régészeti, antropológiai, történészi dolgokkal kéne vizsgálni, mert National Geographic-on látjuk, hogy Róma ki van tárgyalva, görögök, Egyiptom, kereszténység, zsidóság, stb. És nem láttuk olyan sorozatokat, ahol foglalkoznánk azzal, hogy a cigányság történelme, az végül is konkrétan miről szól. Ha ez nem tisztázódik, addig a világon az a 20-25 millió cigányság, aki él, annak egy kőkemény, kisebbségi kollektív tudata van. Lehet integráció, lehet kettős identitás, amiben én mondjuk nem hiszem. De ha nincs egy bármilyen országban élő cigánynak többségi tudata, és a többségi tudattal társuló határozott önrendelkezési képesség, egyéni és közösségi önrendelkezési képesség, akkor azt mondjuk, tulajdonképpen a roma közösség kiskorú, vagy olyan felnőtt, aki gyámság alatt van helyezve. És tudjuk ugye a szociológiából, hogy aki kiskorú, az korlátozottan cselekvőképes. Ha a bíróság valakit gyámsággal ítél, felnőttként is, egyfajta mentális betegségként, akkor azt mondhatjuk, hogy az az ember cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes. Úgy látom, Magyarországon a roma közösség vagy kiskorú, az okokat azt hagyjuk, hogy mi mennyire vagyunk ebben hibásak és a mindenkor élik. Vagy nem kiskorú, hanem olyan felnőtt, aki le van kiskorúsítva, kvázi gyámság alatt van. Na most egy kiskorútól a kiskorúra mennyire lehet felelősséget telepíteni? Egy gyámság alatt lévő személyre mennyire lehet telepíteni felelősséget? És a korlátozott az önrendelkezési képessége nem tud teljes egészében felelősséget vállalni, és a felelősséghez mi társul számunk érhetőség. Tehát ha van egy korlátozottan cselekvőképes ember, aki nem tud vagy nem akar az önrendelkezési képességeivel élni, az korlátozottan lesz számunk érhető, korlátozottan lesz számunk érhető és felelősségre vonható. A mindenkori elit, és azt jól mondta a Gábor, a mindenkori jogalkotó ellenérdekelt abban, hogy a roma közösség önrendelkezési képessége fejlett legyen. Hiszen a gondolkodó közösségek számon kérnek, ötletekkel jönnek elő. Sokszor akár ilyen provokatív ötletekkel, mint a roma autonómia, ami elvezetett odáig, hogy még elkezdünk az alapokról és az okokról beszélni. Hát ha másra nem, és arra jó volt ez a provokatív ötlet, hogy végre valahol beszélhessünk az okokról, hogy roma oldalon mi okozta azt, hogy itt vagyunk 600 éve, és az önrendelkezési képesség közösségi szinten szinte nulla. Abban a galodákban nem tudunk gondolkodni, hogy a szociális érzékenység az valami baloldali dolog, a jogtiprás az valami jogoldali dolog, és a jogvédelem az pedig valami liberális dolog. De ugye ezek a galodákban szorítják el az emberi gondolkodást, vagy valami többségi, fölsodrás ideológia mentén gondolkodhatunk a roma megoldásokban. De rájöhetünk, hogy a romák nem jobb és baloldaliak, hanem romák. Tehát egy liberális, egy szocialista, vagy egy jobboldali ideológiai kör nem fogja tudni megoldani a problémánkat. Az én hipotézisem az, hogy nekünk, romáknak kell ezt a problémát megoldani, ami velünk kapcsolatos, és ez lesz a megoldás a többségi társadalomnak is. Mert a többségi társadalom nem tudja megoldani, a többségi társadalom elitje, még én azt vélelmezem, nem akarja megoldani, hiszen ellenérdekelt abban, hogy az önrendelkezési képesség, amiről beszélek, az fejlett legyen, és ezt tudja is használni a cigányság. Mondok egy példát.
vannak 100%-os cigány települések, ahol, és mondom, mondjuk újdonságot, ha él egy darab fehér ember, akkor vélhetően az egy személy lesz a polgármester. De ha 100%-os cigányságban is nincs, akkor, akkor egy légiós delegálnak van. Tehát valahol kerestek egy olyan magyar, aki el tudja vezetni a falat. Az azt jelenti, hogy van egy 800 fős falu, ahol mindenki roma, a 800 főből senki nem tudja azt elképzelni, sem egyéni, sem pedig kollektíve, hogy közülön bárki lehet, aki el tudja vezetni a települést. Ez biztosan csak egy magyar ember tudja. Nem tudja elvezetni, vagy nem lesz kifelé érdekérdés? Én azt gondolom, hogy az önrendelkezése annyira fejletlen a közösségnek, és az okokról majd tudunk beszélni, hogy egész egyszerűen nem tudja elvinni, és igen, vannak települések, ahol elmeri. Lehet, hogy például Cserkébe elmert egy ember hinni, ahol mindenki cigány, hogy ezt mi most. Jó lenne, ha vegyesen lennénk, ha mi magunk vagyunk, akkor elvezetjük mi magunk. És a felvidéken számos olyan roma barátunk van, ahol számtalan olyan település van, ahol most van a boltos, a postás, a rendőr és a polgármester is, mindenki cigány. Csak azért, mert az ott élő többség már kivonult a régióból, és a politikai szándék kivonult a régióból. Kvázi autonómiák keletkeztek, jogosítványok nélkül. És rájött egy-két ember, hogy hát jó, akkor indulok én polgármesternek, mert ide már ugyan nem fog jönni. És elindultak 7-8-9-10 éves kompletton települések vannak, amik most már romák vezetnek, és semmivel sem rosszabb, vagy jobb, mint egyébként ezt egy másik típus ember. Igen, ilyen példa van nálunk is, nem az csak amit. Igen. Én azt mondom, hogy ezek lehetnek azok a típusú megoldások, ami egy esetleg talán nagykorúvá tenni a roma közösséget és annak az önrendelkezési képességét, és azt merem vélelmezni, hogy roma és nem roma tekintetben bőven vannak felelősök, akik vagy lekiskorosították a cigány önrendelkezési képességet, vagy ha eleve még nem, tehát fejletlen volt, akkor sokan voltak abban érdekeltek, hogy ez akkor úgy is maradjon, hiszen a zsarolhatóság, a manipulálás, a kiszolgáltatottság és ebben rejlő potenciál azért a mindenkori jogalkotónak sokkal kényelmesebb, mert nem egy egymilliós közösséget kell tulajdonképpen manipulálni, hanem akkor elég kivásárolni 2 tucat ember. És ez nem csak a romák tekintetében igaz, hanem azt gondoljuk, hogy most már össztársadalmi szinten igaz az, hogy kényelmesebb megoldás 2 tucat embert, vagy az országos roma önkormányzat, vagy a mindenkori önjelölt romák közül egy-kettőt kivásárolni, és a többi az akkor megy tovább. És azt gondolom, hogy ez nem az egyik megoldás, tehát hogy mi magunk tegyünk azért, a roma értelmiség, és nem csak értelmiség, hanem értelmes, akár az egyszerű emberek tömege, hogy a saját közösségünket arra kell ráébreszteni, hogy van egyéni önrendelkezés, van közösségi, ehhez társulnak felelősségek, és ehhez társul számunk érhetőség. És hogy ebben nőjünk fel. És mi az Istvánban nem tömegbázis építésére törekedjünk, mint a tipikus szervezetek, hanem arra, hogy egy kőkemény szemlélet formálásba kezdjünk bele. Például abban, hogy kezdjünk valamit az identitásunkkal. Kezdjünk valamit az integrációval, kezdjünk valamit a történelmünkkel, tehát hogy egy nemzetközi tudományos és kutató intézet kell roma tekintetben. Az azt gondolom, hogy létfontosságú. Úgy tűnik talán messziről kezdem, de azért fontos, mert mint ahogy mondtam, kulturális tekintetben azt mondják, hogy vagy egyiptomiak, vagy indiaiak, vagy nem tudom mit voltunk. És nagyon sok kulturális visszaigazolás van, de hivatalosan egyetlen egy ország sem ismerte el minket, sajátjainak. És rengeteg közvetett bizonyíték van a történelmünkre. Tehát magyarul úgy identitást megélni, és úgy többségi tudatot magunkra erőltetni, amiről elvileg a kettős identitás szólna, ami szerintem valahol abszolút és ellenmondás, hogy egyszerre vagyok egy kisebbség tagja, számolásilag többségi tudatom is legyen, de többségi tudatom valahogy szerintem a magyarországi romáknak és a világ romáinak többségének szerintem többségi tudata nincs. Tehát, hogy én egyfajta olyan országban élek, és ez Gábor és mindenkinek mondom, ez nem mennyiségi kérdés, mert sokan jönnek azzal a demográfiai szuficittel, amit képes gyakorolni a cigányság.
Miközben a morális és mindenféle tekintetben, materiális és immateriális tekintetben egyfajta felsőbbrendűséget kommunikáló fejlődő nyugat, az pedig egy reprodukciós deficitet képvisel. Na most a romaságnak az egyik bűne, hogy nem hajlandó csökkenni. Mi azonban ezzel nem szeretnénk visszaélni, hogy a cigányság demográfiailag ráver Európára. Mert minőségi megoldást szeretnénk, és a minőségi megoldás az nem a mennyiségben van. Tehát én azt mondom, ha itt 9 millió cigány tud élni ebben az országban, és 1 millió magyar, de az önrendelkezési képességünk olyan maradt, amilyen most, akkor az 1 millió magyar uralkodni 9 millió cigány. Igen, éppen ön mondta, hogy az ellenpéldákat, arra példát, hogy a helyi közösségek szintjén megindul sok helyütt az elérés abban vonatkozásban, hogy az önrendelkezési képességet fölépítsék magukban, vagy újraépítsék magukban a cigány emberek, vagy a cigány közösség. Nem lehetne erre helyezni a hangsúlyt? Nem lehet, csak ez nem jelenti asszimiláció. Tehát ha az önrendelkezési képességünk erősödés azt jelenti, hogy asszimiláció lesz a vége, akkor tulajdonképpen fel is igulhatunk és hagyhatjuk ezt az egész kisebbségi nemzetiségi vonalat. Tehát, hogy én nem a mindenkori roma és nem roma jogalkotók bűnét szeretném fölrólni. Én azt szeretném mondani, hogy nekünk, most akik vagyunk nagyon sokan ebben az országon, értelmiségiek és nagyon sok értelmes ember, akik azt gondolom, hogy példaként állíthatók nagyon sok roma ember elé, nagyon sok tudósunk van, nagyon sok hitéleti szakemberünk van, az önfelelősségüket emelném ki abban, hogy nyúljanak vissza ahhoz az autentikus közösséghez, azokhoz a régiókhoz, ahonnan jöttek. Az ő fejlődésük nem álljon meg annyiban, hogy jó, én kitörtem, most már egy két diplomás cigány vagyok, történész, vagy biológus, vagy politológus, vagy tanár vagyok, az én életem rendezett, és akkor ennyi. Tehát, hogy ez az egyéni fejlődésből merünk ki, akkor a mi közösségünk ugyanitt fog tartani. De a hozadéka lesz annak, hogy az értelmiség és az értelmes emberek, amit elértek egyénileg, először lesznek kisebb szigetek. És azt mondják, hogy jó, egy-két település már megoldotta, hozott jó példát. De ezek a szigetek egyre inkább nőnek, akkor azt gondolom, hogy a megoldásunk pedig meg lesz. Én örülnék, hogyha rengeteg példaképünk lenne. Egyházi gondolom nagyon örülnék, hogyha lennének Boltokály szenti avatott embereink, mert nagyon sok ilyen van, akár Bolti Máriumontól, akár Boldog Ceferino is megsorolhatnám, hogy olyan embereket tudjunk egyrésztről, akik hitéleti területen nekem ez nagyon fontos példamutatóak, akár szentjével adják őket, vagy kapnak valaki béke Nobel-díjat, vagy akár nagyon komoly példakép lesz. Én mondjuk nagyon örülnék, hogyha egyszer a mi cigány hősünk, Pucci Béla, esetleg egy posztumusz, egy Nobel béket írja fel lenne terjesztve azért, mert ezek olyan típusú példák, amikor azt mondjuk, hogy ne féljetek, magyarok, itt vannak a cigányok, amit mi minden nap egymásnak el kéne mondjunk, mert mi csak egymást tudjuk óvni ebben az országban. Tehát külső segítséget ne várjunk. Tehát vagy az össznemzet megoldja, vagy, és e felé hajlok inkább, hogy a legelső lépéseket megfogjuk a saját fajunkat, üromát, elkezdünk evickélni, és bármennyire fájni az egymásébe is bele kell kapaszkodni, és el kell kezdeni evezni. És ha ezt az evezést látják, biztos nagyon sok segítséget fogunk kapni a többségi társadalom részéről is, de ezt nem a fősodrású ideológiák mentén tudom elképzelni, ezt nem a mindenkori jogalkotó, és nem a többségi politikai pártok fogják megoldani a mi öntudatra ébredésünket és az önrendelkezési képességünk fejlődését, hanem először mi. És amit az István mondta, hogy ez hogyan kapcsolódik az autonómiához, egyrésztről, szabad-e nekünk romák, aki egy kicsit is öntudatra ébred, szabad-e bármiben is gondolkodni? Tehát gondolkodhatunk-e úgy bármiről, hogy ez nem számít az alkotmányos rend megsértésének. Tehát, hogy a politikai szabad vélemény nyilvánításban belefér az, hogy akár provokatíve, és igen, tekintsék sokan akár annak, hogy ez egy provokáció. De én azt gondolom, hogy egy olyan jó hiszemű provokáció, amiből mi azt vélelmeztük, hogy nem nekünk lesz az adék, hanem össznemzeti hozadéka lesz annak, amikor az okokról elkezdünk beszélni, és örültem annak a videónak, amikor
amiről közzétette a Gábor is azt, hogy a mindenkori jogalkotók egyszer el kell ismerjék azt, hogy nem volt valós roma integráció, és én ezt annyival tetézném meg, hogy ennek még a halvány kísérlete sem volt meg. Jó hiszemű politikusok voltak, jó hiszemű jogalkotói kör, vagy jó szándékú törvények voltak, de egy nagyon erős politikai szándék arra, hogy végre egy erős önrendelkezési képességgel rendelkező közösség legyen, az 1 millió ember, ami nem kevés, és még több lesz. És még egyszer hangsúlyozom, mi nekünk nem az örülünk minden gyereknek, aki megszületik, de tudjuk azt, hogy itt a minőség a megoldás, nem a mennyiség. Márpedig a mindenkori elitnek előbb-utóbb ezzel a mennyiségkel. Tehát ha most minőségi alapon nem tudjuk a tárgyaló asztaloknál megoldani ezt a kérdést, nekem az a hipotézisem, hogy előbb-utóbb azzal a mennyiségi kérdéssel kell majd szembenézniük, ami lehet, hogy már kezelhetetlen lesz. Bocsánat, de én erőszakoskodtam, hogy a vita irányába menjünk el, és itt remek monológokat hallunk, és ez nem az önök hibája, hanem az önök felkészültsége, az én hibám, úgyhogy picit hagyd vágjak, közben nem haragszik meg. Nem, viszont én főleg erre az én kitörtem jelenségre, ez engem régóta foglalkoztat, erről érdemes talán még beszélni, hogy én úgy érzem, hogy mintha nem igazán lenne értelmisége a cigányságnak, illetve iszonyúan vékony ez a réteg, és saját értelmiségi nélkül se így, se úgy nem megy a kitörés. Úgy érzem sokszor, hogyha valaki, mármint a felemelés a bocsánat az adott technikumnak, úgy érzem, hogyha a cigányság soraiból 100 ember kiemelkedik, akkor sarkítok 90-nek az első dolga, hogy azt mondja, hogy én már nem is vagyok cigány. Lehet, hogy nem jól látom, nem tudom, ha van ebben igazság, mi ennek az oka. Viszont a kapuzatvezető úr még nem szólalt meg, és biztosan mondani való például arról, hogy akár, hogy egyébként van erre példa az autonómiáról, ahol működik ez, vagy megpróbálkoztak vele a nagyvilágban? Tudunk erről valamit? Hát igen, azért ugye most alapból azért vagyunk itt, ugye, mert az autonómiát fogjuk tárgyalni. Hát ugye van a Gábornak is volt egy a monológia elején egy olyan kérdése, hogy nem biztos, hogy az autonómiát nem biztos, hogy akarja a cigányság. Na hát most én is erre gondoltam, mert hát ugye egyértelmű, hogy ez egy nagy kérdéskör, hogy mekkora az autonómiának a társadalmi elfogadottsága. Na hát most én ebből a társadalmi elfogadottságból készítettem egy kutatást is, egy mikrokutatást, hogy a roma területi autonómiának mekkora a társadalmi elfogadottsága, mint romák és nem romák körében. De hát én készítem egy kis PowerPoint-os előadással is, hát 15 percet szántam rá, de gondolom, akkor egy nagyon röviden. Kap 5-öt. Nagyon röviden, akkor előadok. Jó. Hát akkor sok részt nem tudom mondani belőle. Hát ahogy látják, a téma az a roma területi autonómiának a társadalmi elfogadottsága lesz, vagyis arról szeretnék beszélni. Igen, első körben az fontos megjegyezni, hogy miért hozódott fel az az ötlet, hogy roma területi autonómia. Ugye ezt már beszéltem már Pisti, és beszéltük meg most is, most erről most nem szeretnék akkor hosszasan beszélni. Hát ugye az integrációnak a hiánya, a politikai elitben való csalódás, és úgy éreztük ugye, hogy rengeteg próbánk volt olyan, ahogy arra nyílt mondjához 100 000 forint, akkor népszavazási kezdeményezések mindent elutasítottak, ezért pattant a fejükből ez a roma autonómia. Hát igen, ez hosszú folyamat, erről majd még beszélünk. Hát most az autonómia fogalmáról csak röviden annyit, hogy a két örök szó az autó és a nomosz, arra utal, hogy ön törvény, hogy valaki saját maga alkotja meg a törvényeit, Bernhard kisebb szűkebb értelemben kisebbség védelemben, kisebbség önrendelkezésére utal ezzel a szóval, szélesebb értelemben arra gondolunk, hogy valaki saját maga alkotja meg a törvényeit. Azt tudni kell, hogy az autonómia az nem egyenlő a szegregációval. Az autonómia az a legmagasabb jogi státusz, kisebbségért, amit egy államban gyakorolhat.
Ezért is ennyire bonyolult és ennyire kérdékeny, meg ennyire vitatott téma ez az autonómia. Polgármester úrnak a kérdése válaszolva, persze rengeteg ilyen autonóm területek működnek, ugye a székely autonómiák, akkor lehez, tehát azért a történelem során azért már volt példa, hogy ilyen autonóm területek működnek. Persze hosszú vezet idáig, rögös út, nagyon meg kell szervezni, de mai napig működő autonóm területek léteznek. Hát nekem egy mikrokutatást végeztem, azt tudni kell hozzá, a kutatásomnak a célja az volt, hogy a társadalom mennyire fogadja el az roma autonómiának az ötletét, illetve a bevezetését. Eszközként ugye a kérdőíves kitöltés, a személyes beszélgetésem volt, romákat és nem romákat kérdeztem meg vegyesen, és 53 volt a riportalanyom. Etnikai megosztás szerint, ahogy látszik, durván 60% roma és 40% nem roma ember kérdeztem meg. A korszerinti megosztásban kb. Egy ilyen középkorú emberek válaszoltak, és voltak valamilyen nekem válaszolni. Most milyen általánosságban a romákról? Hát gyorsan mondom, 60% a cigányok tekintetében pozitív, míg nem romák tekintetében kb. 20% az, aki nekem pozitívak volt, a többi negatív, illetve vegyes. A pozitív megjelölések mellett olyanok voltak, hogy nem érdekel a bőrszín, családcentrikusan, sok tisztességes ember van, és ami szerintem hogy nagyon fontos az, hogy a romák a körülmények és a média áldozatai. Na már most igen erről beszélhetnénk, hogy a romák valójában tényleg a körülmények és a média áldozatai, mert amikor én, jó, most már nem nézek híradót, különösoknál fogva, de amikor én híradót néztem, akkor csak azt láttam a híradóba, hogy kis Pista a cigány megölte ezt, hogy ellopott azt. Tehát én csak negatív híreket láttam annól a híradóban, már így, ami a cigánysághoz kapcsolódik, de pozitív híreket nem láttam. Na már most nem láttam azt, hogy például, hogy tényleg mennyire jók a zenében, milyen értékeik vannak, és milyen dolgokat tudnának a cigányok véghez vinni. Hát ilyenekből sajnos egyáltalán semmit nem láttam. Szóval ez a tényleg ez egy érdekes válasz volt nekem, hogy a romák valójában az a körülmények és a médiának az áldozatai. Hát ugye a negatív megjelölés mellett ugye a tipikus sztereotípiák, mint például az, hogy csak azért szülnek gyereket, hogy támogatást felvedék, a gyerekeiket nem oktatják, kényelmesen élnek a maguk kis világukban, és sajnos ugye felhozott az alkohol is, hogy azon kívül semmi más nem érdekli őket. Hát ugye a vegyes megjelölés mellette azt, hogy mindenhol vannak jól és rossz emberek, illetve tanult, illetve nem tanult emberek. Kíváncsi voltam, hogy maga a társadalom mennyire ismeri az autonómia szónak a fogalmát, hogy ha mi arról beszélünk, hogy van a területi autonómia, akkor tisztában vannak-e azzal, hogy egyáltalán mit is jelent ez a szó. Hát sajnos a romák körében ez annyira nem köztudott dolog, hogy mit jelent el az autonómia, de még a magyarok tekintetében, a nem romák tekintetében is ott is sokan nem tudták a választ. Hát ugye ilyenkor fel kellett őket világosítani, és el kellett mondani, hogy tényleg, hogy mit jelent maga a szó, mit jelent maga az elképzelésünk, és a beszélgetés az így tudott tovább zajlani. Hát ugye a legfontosabb kérdés, hogy most éltünk el, hogy mennyire ön támogatja-e, hogy létrehozza Magyarországon belül egy autonóm területet a romák számára. Na most ugye a Vonag Gábor kérdésre is megválaszolva, hát most én nem tudom, hogy az a kutatásom, a mintán mennyire releváns, de ugye én ezt Hajdúbiharban végeztem, elég sok gettó telepre mentem ki, ugye Vámospécs, Létavértes, ilyen kis településekre mentem, ahol lényegében elég sok nagyon szegény cigány élt. Szóval most nem biztos, hogy teljesen releváns az egész Magyarország népességére nézve, de abban a közegben, ahol én lakom, ott ezek az eredmények jöttek. Tehát a Rokkától kérdésre válaszol, hogy mennyire akarja a cigányság ezt az autonómiát, hát 77%-ban akarja. 70%, ahogy látszik, hogy 77%-ban akarja, és a nem romák közt pedig még ott is 36% azt mondta, hogy nem bánná, vagy hogy akarná ezt az autonóm területet. Hát olyan érvek mellett a román tekintetében, az autonóm terület mellett olyan érvek voltak, hogy legalább lenne egy hely, ahol csak cigányok vannak, magunk uraink lennének, és mi döntenénk a saját sorsunkról. Ez a három fő indok volt, ami leggyakrabban előjött.
Az ellenérvek mellette olyanok voltak, hogy ezt csak cigányok körében, azt mondták, hogy nem szeretnék ők, azt mondták, hogy így is van mellék feszültség, nem akarnak több feszültséget cigány magyarok közt, de valószínű, hogy ez tovább rontaná a helyzetet. Ők inkább szeretnének integrálódni, asszimilálódni, szeretnének beolvadni, nem pedig még nagyobb feszültséget kelteni. És sokan azt mondták még, hogy nem jó az, hogy sok cigány van egy helyen, mert az kvázi kettő telepekhez vezet. Körülbelül 6 eltelt, úgyhogy nagyon rövid összefoglaló. Jó. Hát akkor ezeket most ezt a... Jó, akkor meg ezt elmondom, hogy a érvek mellette, ugye nem romák tekintetében azért akarnak, mert akkor azt mondták, hogy akkor nem kellene együtt élni cigányokkal, kevesebb lenne a bűnözés, jobb, talán jobban önállósulnának és kevesebb pénzt költenék a integrációra, még a magyarok körében az ellenben a csonka Magyarországról beszéltek, attól is mertek, hogy még azt kellene pénzelni, és akkor végén akkor, hát egy pár kérdés az, hogy kimarad, soha nálunk pedig ezek is fontosak lettek volna. Megkaphatjuk ezt a PowerPoint? Persze, megvan a Microsoft Word-ben is, meg van a PowerPoint-ben is, akinek szükségesen van, majd átküldöm. Összegzésként annyit elmondok, hogy tényleg nagyon kényes téma ez a roma területi autonómia, mind a magyarok, illetve a cigányok körében is. Nagyon megosztotta a véleményeket. Az biztos, hogy akik köztelő ezt én megkérdeztem, a romákhoz nagy mértékben támogatták, mert sajnos már annyira szegények, mert annyira nem látnak ki utat, hogy tényleg kapaszkodnak mindenbe, ami talán egy kicsi jobbétet ígér nekik. Hát ugye a többségi társadalom, hogyha végig pörgetünk volna a kérdéseket, és ugye elmondtam, hogy minden tovább, abból látszott volna, hogy a többségi társadalomban azért ez a sztereotípia, meg a diszkrimináció azért az nagy mértékben benne van. Szóval ezek az általános vélemények, sajnos negatív vélemények azért nagyon sok emberben ott van, és ahogy látszunk, hogy a kirekesztés és a sztereotípia az a megműtődő. Köszönjük szépen, a 60 percben 8 maradt, és azt javaslom, hogy van elnök úr, nagyon visszafogott volt az utóbbi percekben, és türelmesen hallgatott. Az önkéntes opozíciós pozícióból mi az a téma, amit az eddig elmondottakból szeretne még kiexponálni, amire szeretne reagálni? Mindenképpen nagyon sok mindenre, ez a 8 perc, nem is tudom, hogy mit részesen kell is megtűnni. Mert itt csak mondom, hogy gyűjtöttem, és vártam, de nem igyekszem akkor én is lényegre törül lenni. Itt a Lajosnak volt egy mondat, ami engem nagyon megijesztett, vagy nagyon megdöbbentett, hogy nem hiszel a kettős identitásban. Ezt nem biztos, hogy most kell kitárgyalnunk, de erre majd egyszer térjünk vissza, mert lényegében ez egy kulcsmondat. Tehát, hogyha ha nem hiszünk a kettős identitásba, akkor az lényegében nem hiszünk az integrációban sem. Akkor csak az autonómia lehet kifutás. Most nyilván lesarkítom azt, amit mondtál, de hogy ezt szerintem majd érdemes volna alaposabban megbeszélni. Én szeretnék hinni a kettős identitásban. De ugye én nem tudom ezt eldönteni. Élő identitás lehet a cigány identitások megőrzése mellett. És ugye szintén te mondtad, hogy politikailag szabad-e megnyilvánulni a cigányságnak, és hogy szabad-e véleményt formálni, szerintem szabad. Én azért is ülök itt. Tehát valószínűleg én azért is fogok kritikát kapni, hogy hogyan is állhattam én szóba egyáltalán annak, akik itt autonómiáról beszélnek. Ti majd kapjátok azt a kritikát, hogy nem állhatatok szóba velem, de mindegy, ezt hagyjuk. Én már megkaptam, úgyhogy. Akkor ezzel már nem vagyunk. De én azért vagyok itt, mert nem mindenkinek joga van elmondani a véleményét, de ha valaki elmondja a véleményét és belép a politika küzdőterébe, és ez egy küzdőtér, meg egy küzdősport, akkor arra fel kell készülni, hogy lesz, aki ezzel nem ért egyet, mint például én, meg lesz, aki nagyon nem ért egyet, mint mások, és esetleg olyan eszközökkel üt vissza, vagy vág vissza, ami nem biztos, hogy szerencsés. De ami a lényeg, hogy szerintem tehát én továbbra sem lettem meggyőzve az autonómia kérdésről, hogy továbbra is azt érzem egy picit, hogy ez egy ilyen segélykiáltás és egy ilyen figyelemfelhívás, amit értek. És tényleg én is azt érzem, hogy segélykiáltásra van szükség, csak én úgy érzem, hogy ez pont az ellenkező hatásra állt ki. És meg is mondom, hogy miért. Vagy az én véleményem szerint miért. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a 2000-es évek elején volt a úgynevezett szélső jobb oldalon valaki, aki felvetette már a Budaházi György. Tehát, hogy itt van ennek előfutás. Már itt az adatokat én nem akarom megkérdőjelezni, de én nem vagyok benne biztos, hogy egy valódi reprezentatív felmérés, ami az egész országra kiterjed mondjuk, és nem csak nehéz övezetekbe, hanem mondjuk a Dunán túlon, vagy Budapesten is kutatunk, ugyanezt az eredményt hoznál ki. Én úgy érzem, hogy sem a többségi, sem a roma társadalom, nem, de csak egy hipotézis, nem tudom bizonyítani semmilyen számmal.
Igen, igen, köszönöm, nagyon korrekt volt, tehát nagyon izgalmas volt a beszámolód. Én azt gondolom, hogy ha hogy például a roma társadalom számára azt mondjuk, hogy autonómia, de akár a számunkra is, hogy bárki számára, azért nagyon sok mindent jelenthet. Az autonómiának is van számtalan árnyalata, kulturális autonómia, politikai autonómia, gazdasági autonómia, tehát hogy itt volt egy olyan érv, aki azt mondta, hogy hát ez azért támogatja a cigány autonómiát, akkor nem kell majd cigány integrációs költségekkel fizetni. Tehát, lehet, hogy még ilyen értelemben bizonyos köröket meg is tud nyerni a kezdeményezés, és nem tudom, hogy ezzel az érdekelnek az egésznek. Én azt gondolom, hogy ez a másik problémám, hogy szerintem az együttélést ez nem segíti. Ugyanis talán itt az elején te is utaltál rá, hogy ugye itt a trianoni sokkban még mindig benne van Magyarország. Ráadásul most lesz a 100. évforduló, azt hiszem, ezek a sebek újra ott ugye előkerülnek. Meg hát lényegében mindig előkerülnek újra és újra. És ebben a szituációban ez a felvetés attól tartok, hogy tényleg ellenségességet szülhet. Tehát amikor azt mondták ott roma emberek neked, hogy ők azért nem támogatják, mert így is sok a feszültség, én velük nagyon-nagyon egyet tudok érteni. Hogy ez most lehet, hogy inkább a feszültséget erősítené, vagy erősíti, mint semmi. És tudom, hogy nem ez a szándékotok, csak hogy lehet, hogy esetleg ez a picit ilyen sérelmi politika érzésem van tőle. És a sérelmi politikának ugye az a jellemző, hogy akkor az a másik oldalról is sérelmi politikát fog elindítani. Tehát elmondja a cigányság a ti hozzájárulásokkal a maga sérelmeit, és akkor erre el fogja mondani a magyar oldal is a maga sérelmét, és akkor elindul a süketek párbeszéde. És akkor nem tudom, hogy lesz-e valami. És mondok még egy dolgot, ez lehet, hogy már egy picit ilyen, hát már ilyen nagyon-nagyon science fiction, vagy nagyon fantasztikus, de nem zárnám ki. De tételezzük föl, hogy Magyarországon létrejön egy cigány autonómia, vagy valamiféle elkülönültség, ami biztos, hogy konfliktusokkal jár, mert akkor mi lesz mondjuk hol lesz a cigány autonómia? Borsod megyébe, Szabolcs megyébe? Mi lesz a Békés megyei romákban? Mi lesz az Ormánsággal lévő romákban? A lakosságcserei egyezmények lesznek, hogy Borsod megyéből kimennek a magyarok, és akkor jönnek az ormánsági cigányok. Tehát ez nagyon sok kérdés fölvet, és szerintem nagyon sok konfliktust is okozna, és akkor amit mondani akarok, szerintem a 21. század nem lesz egy egyszerű század. Nehéz nemzetközi szituációk lesznek. És szerintem ennek a régiónak egy destabilizációs helyzetet nyithat, hiszen nem csak Magyarországról beszélünk, Romániáról, Bulgáriáról, Szlovákiáról, és nézzük meg, hogy mondjuk nagyhatalmi érdekek ütközése mire képes Szíriában, síták és szuniták között, mire képes Törökországban, törökök és kurdok között, vagy Ukrajnában, ukránok és oroszok között. Tehát, hogy nehogy esetleg kinyissuk Pandora szelencét, és ne legyen ilyen szituáció, soha az életbe azt kívánom, de ha mondjuk nagyhatalmi érdekek itt valamiért összecsapnak, és azt mondják, hogy hogyan tudnánk destabilizálni ezt a régiót, nagyon egyszerű lesz nekik azt mondani, hogy bedobom a Viszály almáját, itt vannak a cigányok, meg itt vannak a magyarok, amúgy is itt most veszekednek ezen az autonómián, hogy tessék, nem is akarom elképzelni, hogy milyen módon csinálják ilyenkor a titkos szolgálatot azt, hogy ugrasztanak össze népcsoportokat. Szóval én ezt nagyon kockázatosnak tartom, és tényleg én most ennek a beszélgetésnek kapcsán, és én arra kérem az Opteron a pártot, hogy szerintem valahol az integráció irányába érjen vissza a gondolkodásba, ez nyilván csak az én kérésem, ezt majd a párt megfontolja, eldönti, de szerintem pont annak a szándéknak, amit én érzek a hozzászólásaitokból, jó szándékot, én azt érzem, hogy pont ezt teheti kockára a többségi társadalom szemszögéből, tehát hogy én most egy ilyen reflexiót adok, én nem reprezentálom a többségi társadalmat, valószínűleg annak csak egy nagyon szűk szeletét, de valamelyest igen. És engem megijeszt. Engem ez megijeszt több szempontból is, amiket itt most elmondtam. És miközben tudom, hogy a politikai előéletem erre nem feltétlenül predesztinál, de jelen állapotomban, meg és itt, ahogy most vagyok és ahogy gondolkodom, én minden erőmmel azért szeretnék dolgozni, hogy a magyar cigány együttélés és a cigány polgárosodás, a roma polgárosodás, hogy középosztálybeli roma emberek legyenek, minél nagyobb értelmiségi számban, vegyenek részt az ország, van a megfelelő számarányoknak megfelelő módon a közéletben bárhol, kvóták nélkül. Az lenne a legjobb, hogyha ez még kvóták sem kellene, hanem egyszerűen ez automatikusan megtörténne. Én nagyon szívesen gondolkodom meg, mert teszem, amit tudok, de szerintem az autonómia az nagyon kockázatos. És attól tartok, hogy több benne, ha mérlegre tesszük a mérleg serpenyőjét, két serpenyőjét megnézzük, akkor több a veszély, a kockázat, a negatívum, mint az esetleges pozitívum.
Köszönöm szépen, ragyogóan kihasználtuk a 60 percet, úgyhogy szerintem zárjunk úgy, hogy az urak a párt részéről kapnak egy-egy percet, kőkemény leszek, elmegyünk kettőt, jó? Én befejezem, nem csak egy perccel, és akkor maradunk a 60 percnél, mégis valamit majd megmutáljuk, jó? Kezdjük a végére. Jó, hát örülök én is, hogy meghívásnak, tehát ugye Gábor úrnak a válaszolva. Nekünk sem feltétlenül lesz jobb paripánk ez az autonómia, tehát ahogy ezt mondtuk is az elején, azért nagyon hosszú vezetett ideig. Azért mi is jobban szeretnénk, hogyha elfogadnának minket, meg amiket mi szeretnénk, amit a párt szeretne bevezetni, úgy a talajmillióban járó 100 000 forint alkatási támogatás meg ilyenek. Azért tényleg, hogyha legalább a nem tudom hány törekvésünkből legalább csak a fele már bekövetkezne, akkor nem is gondolkodtunk volna ebbe az autonómiába. Szóval igen, ez tényleg nagyon kényes kérdés, ezt mi is tudjuk meg. Azt is tudjuk, hogy talán nem vagyunk még annyira felkészülve, de a Lajosnak a monológiából kiszedett alapján, hogy az is egy nagyon jó dolog, hogy elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi hozott el idáig. Szóval szerintem, hogy azt, hogy mi már elértük azt a célt, hogy azt, hogy mi hozott el idáig, hogy már beszélgetünk erről az okokról, szerintem már ez is a nagyon jó dolog. Nagyon köszönöm a lelmetünket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm Gábor, hogy eljöttél. Nagyon jó volt ezt a beszélgetést folytatni, polgármester, nagyon szépen köszönöm. Autonómiák vannak most egész Európában, teljesen korrektek, Dél-Tirol, Öllandsziget, Skócia, stb. És a európai kutatás szerint a legjobb stratégia arra, hogy egy kisebbséget integráljanak. Most a Gábornak, figyelj Gábor, hogy szerinted, hogyha mondjuk most van olyan magyar, aki kettős identitással bír már félig cigány. Tehát sajnos az én rokonaim közül is. Tehát most, hogyha csak azért mondom, hogy beleképzeled magad a cigányoknak a helyzetébe, esetleg ha sikerül, akkor képzeld el azt a helyzetet, hogy állandóan ütnek, vágnak, lealáznak, megaláznak, stb. Ugye történelmi okoknál fogva, nem akarok most ebben megint belemenni. És mondjuk van mondjuk 30 év, mondjuk 1990 óta, csak mondtam valamit, van 30 év, és azt látod, hogy a cigányságnak a megérhetése és az elfogadottsága így megy lefelé. Egyik kormány sem akarja még fékezni sem. Eszébe sincs. Mihelyt valamelyik kormány fékezne fel a cigányságnak a egyre lejjebb csúszását és egyre nagyobb előítéletességét, kötöttségi társadalom szemében, akkor az mindjárt 5% vesztesség a választáson, vagy 10. És emiatt nem lehet. Akkor most gondold el, hogy mit kellene cigányként tenned? Várni még 300 évet? Vagy mennyit? Mert itt vagyunk már a legjobb kutatás, legalább 600 évet, de lehet, hogy több. És semmi nem történt ebben a témában. És én nem tudok már 600 évet várni, meg 300 évet se, meg 30 évet se, én most születtem. És nekem az a kötelességem, mint cigány értelmiségnek, hogy fölhívjam azokat a problémákkal a figyelmemet, és megoldási javaslatokat is tegyek. Tehát letettük az asztalra másfajta megoldási javaslatokat is, igazi integrációs javaslatokat is, a magyar elit asztalára fülét sem mozdította rá, akkor nem tudunk más csinálni, akkor saját önálló gondolatunknak kell lenni. Köszönöm szépen még egyszer azt, hogy eljött. Fantasztikus volt. 1 perc 57. A lelnök úr kihasználja a lehetőséget. Magyar állampolgárként akkor funkcionálok a legtökéletesebben. Először meg tudom érteni, meg tudom élni, értelmezni is tudom azt a típusú identitást, amelyikbe beleszülettem. És azt ott tudni kell, hogy nem előbb beszéltem cigányok, még abban előtt, meg még óvatában is magyar. Tehát előre kaphatnék egy felsőfokot én is magyarból. Nem lovára a nyelven. De én úgy érzem, hogy így tökéletes. Tehát 100%-ban egy identitást követek ezentúl, ezen a szemüvegen keresztül nézem azt, amit állampolgárként teljesíteni kell, és az életem talán az jól bizonyítja, hogy jól funkcionálok állampolgárként, mióta felismertem azt, hogy egyáltalán mi a roma identitás, és ennek az értékei mit jelentenek. Tehát úgy lehet kettős identitást gyakorolni, hogyha mind a kettővel kapcsolatban értem, hogy az egyiknek is, és a másiknak is mi az érteke, és az értéke, és mi az érteke. És az érték érdeke az együtt áll.
és ez csapdának tartom. A kettős identitásból könnyen lehet, bekerülsz egy közigazgatási egységbe, beszél be ezzel róla. Te van a barátunkat. A többi, ahonnan jöttél, az felejtsd el, az fúj, az adotta is volt. Ezzel hogyan tudsz szembesülni? Mint egy integrálódott van, hogy azt mondják, hogy te vagy, de téged már elfogadok. De még a többit nem tudjuk elfogadni. És az anyától már a többi, az az, ahonnan jöttél. Tehát ezt kell először embetenni. A másik. Nagyon örülnék, hogyha valóban nagyon sok példaképünk, nagyon sok szentünk lenne. Annak is nagyon örülnék, hogyha legalább elgondolkodnak azon, hogy az alanyi jogon járó jövedelemmel, hogy annak részben, egészben, a paramétereivel mit lehetne kezdeni. Annak is örülnék, hogyha lenne egy nemzetközi olyan roma tudományos és kutatóintézet, ami tényleg feltárná azokat a rengeteg kérdőjeleket, ami velünk kapcsolatos, mert nem tárják föl, még 600 évig a világ egyetlen olyan közössége leszünk, hogy egyetlen egy ország nem ismer a országként. Lehet, hogy India, ott voltunk sokáig, közünk nincs számozásilag. Nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, hova tartunk, csak azt, hogy 20-25 millió embernek a világon van egy nagyon erős kisebbségtudata, többségtudata kevés embernek, van egy nagyon erős cigányságtudata, tehát nem tudjuk, hogy honnan és hova tartunk, de mégis tudjuk azt, hogy romák vagyunk. Ezerféleképpen nézünk, ezerféleképpen beszélünk, ezt tudjuk, hogy azok vagyunk, ami, de nem tudjuk az okokat. Tehát, hogy egy ilyen tudományos és kutatóintézet, ami egyúttal lehet egy közép-kelet-európai, én örülnék egyébként, hogyha Magyarországon helyszínen, és hogy ezeken a tematikus csatornákon, felületeken a lehető legtöbb menne arról, kölcsönösen megismerjük egymást. Örülnék, hogy szakkör, vagy esetleg a nemzeti alaptanterv keretében, alap, közép vagy felsőfokon a lehető legtöbb opció, lehetőség meg lenne arra, hogy akár roma népismeretet, roma szakköröket, a roma nyelvvel ismerkedjenek. Az érzékenyítő órák, azok legyenek minél többek, amikor egy cigány gyerek is és egy magyar gyerek is hall a történelméről, mert sajnos a cigány gyerek se tud. Azokról a negatív, pejoratív, szociokulturális paraméterekről, amiket hordoz, azt gondolja, hogy azt jelenti cigánynak lenni. Tehát azt jelenti cigánynak lenni, aki kiküld a tanára folyosóra, órán, nem tud viselkedni. Tehát, hogy ezeket a típusú, az erkölcs és morális válság okozta pejoratív paraméterek, azok nem mi vagyunk a roma népnek, nem ez a valódi arca, már pedig ez alapján, a tükör alapján kapjuk folyamatosan az ítéletet. Ami nem gond, kapjuk, mert biztos, hogy önkritikát is kell gyakorolni. De a megoldás az nem vezet hozzá. És örülnék, hogyha lenne esetleg ilyen, hogy roma foglalkoztatási, reintegrációs hozzájárulás. Azokról a munkahelyekről érkezne egy alap, akár egy állami költségvetésbe, aki valamiért nem tudja azokat az indikátorokat hozni, vagy nem akarja, hogy mondjuk egy nagyobb mennyiségű alkalmazon esetleg roma nevel. Vannak, akik vállalatlan azt mondják, hogy... Három perce várom egy pozitív mondatot, ez már szinte az volt, hogy mikor legyen, mert már mindent túléptünk mindenkinek. De hát ez egy ilyen téma, hogy nagyon nehéz pozitív mondatot találni. Pozitív mondat az, hogy vannak javaslatok. Azért mondtam el a végére, hogy a panasz áradat után azért legyenek olyan szakpolitikai kérdések, ami szintén itt a téma lehet. De ezek már olyan alapok, ami talán egy másod megközelítés, mint a panasz áradat, meg az, hogy sokan vagyunk. Erre nem lehet alapozni, hogy megoldása sok a cigán. Minőségi megoldást szeretnénk. Köszönöm szépen, mindannyian tudtuk, hogy nem hozzuk el a megoldást. Azt is tudtuk, hogy különböznek az álláspontjaink konkrétan az autonómiák illetően. Engem sem győztek meg a jelenlévők az autonómiáról, és talán puhult is az egész gondolatkör, ha jól érzékelem. Volna Gáborra abban teljesen egyetértek, hogy mintha segélykiáltás lenne ez a szlogen. És hát annak is örülök, hogy felvetette, hogy számos árnyalata van a autonómiának, különböző típusai és különböző mélységei, meg hát erről is lehetne egy újabb estét vagy két estét végigvitatni. És hát a területi kérdés is izgalmas, hogy autonómiát na és hol. Summa summarum, azt gondolom mindez azt bizonyítja, hogy nagyon nehéz most hát tényleg borzasztó közhelyet 600 éve tudjuk, hogy milyen nehéz ezt a helyzetet megoldani, javítani, de ha valami hozadéka van a ma estének, akkor azt gondolom, hogy az, hogy őszintén beszéltünk,
a romák helyzetéről, ami ennek az országnak egy nagyon-nagyon fontos kérdése. Majd egyszer talán sikerül megoldani, ha egy ilyen picit előre lépünk az ehhez hasonló estekkel, az már óriási dolog. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt és elmondta a véleményét. Nekem jutott az a szerep, hogy bezárjon ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen!